foglaljon helyet, van egy ószerérzékenysége, jó rendben van. Folytatódik a lakosság koronavírus elleni védőoltásának felvétele a Kálvin téri rendelőintézetben. Minden héten kedden, szerdán és csütörtökön várják a böszörményieket a szakemberek egész december hónapban is. Időpontot házi orvosainktól vagy a 0620 522 85 95-ös telefonszámon kérhetünk. Mivel a regisztrációt eltörölték, ezért az első oltás iránt érdeklődőknek a száma is megemelkedett, de valóban zömmel a harmadik oltás iránt érdeklődők jelentkeznek az oltóponton. Ez azért is fontos, mert azt találták a kutatások, hogy 6 hónap után az ellenanyag szint annyira lecsökken, hogy gyakorlatilag újra emlékeztetni kell a szervezetünket a koronavírus ellen. A szervezet ezzel a harmadik oltással egy akkora lökést kap, ami jelentősen megemeli az ellenanyagszintet. Az oltások egyébként nem arra valók, hogy megvédjenek minket a betegség ellen, tehát attól, hogy valaki oltott, még elkaphatja a koronavírus fertőzést, csak nyilván nem mindegy, hogy milyen intenzitással. Azt tapasztaltuk, hogy már 2 oltás is jelentősen véd a tüneteknek a súlyossága ellen, de a 3 oltásosok csak egy egyszerű náthával vészelik át ezt a koronavírus fertőzést. Ellentétben az oltatlanokkal, akik nagyon gyakran kórházba kerülnek, vagy akár lélegeztetőgépre. Házi orvosként mit tapasztal, doktornő? Így hétről hétre, most már ugye a második héten járunk, mennyire tart, vagy mutat tartóságot és tartós igényt ez a második, illetve harmadik, vagy akár az első oltás felvétele? Hát akik igazán egészségtudatosak voltak, ők már augusztusban, szeptemberben felvették a harmadik oltásukat. Most, hogy a járványügyi mutatók ennyire leromlottak, most valóban nagyon megemelkedett az oltás iránt érdeklődők száma, de nagyon helyesen több olyan forrás van, akár házi orvosi rendelő, akár a debreceni oltópont, illetve hál' Istennek most már itt Böszörményben az oltópont, ahol ezt fel lehet venni. Itt a mai napon hány lakos várakozik az oltásra? A mai napon 120 beteget fogunk beoltani. Minden kedden, szerdán és csütörtökön délután 4 és 6 óra között van lehetőség előzetes egyeztetést követően felvenni az első, második vagy a harmadik oltást. Ha jól tudom, december 22-ig tart ez az akció, az egyeztetés pedig 0620 522 85 95-ös telefonszámon lehet megejteni. Napjainkban jellemző az ellenanyagszintmérés. Doktornő, házi orvosként mit tapasztalsz? Mennyire valós mutató ez a szám? Valóban van itt is egy tévhit. Az ellenanyagszint az nem a következő fertőzés elleni védettséget mutatja, hanem azt, hogy az előző oltásra vagy fertőzésen való átesettségre mennyire jól reagált a szervezet. Azt találták a kutatók, hogy egyáltalán nincs összefüggés a magas ellenanyagszint és a következő fertőzöttség súlyosságában. Dezső József a harmadik oltását vette fel a rendelőintézetben. Egyrészt saját magam, másrészt pedig a környezetem biztonsága érdekében. Mit tapasztal egyébként? Mennyire jellemző, hogy az emberek a harmadik oltásért jönnek inkább az oltópontra? Mit tapasztalt itt, hogyha körülnéz? Hát ugye, aki már egyszer beadatta magának, az úgy van vele, hogy végig fogja zongorázni. Aki meg nem, az nem feltétlenül biztos, hogy azért nem adatta be, mert nem akarja, hanem egyszerűen ugye azt gondoljuk, hogy nem biztos, hogy 100%-osan kijön ez még ez az oltóanyag kísérletezve. Tehát ott több valaki szerintem fél. És önök a családban mennyire jellemző, hogy az oltást fölvették egyébként? Nálunk szinte mindenki. Úgyhogy mi ezt tartjuk biztonságosnak.